Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dali vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint SpongeBobot fogjuk megmenteni, megkeresni, és hát remélhetőleg életben találni, ugyanis eléggé szomorú dolog történt vele most pillanatnyilag. Most kaptam nemrég a hírt, amúgy igen, itt vagyunk egy ilyen kórház szőlességben, egy faluban. Most kaptam a hírt, hogy szegény SpongeBobnak balesetje volt autóval, szóval el kéne menni, megkeresni ugye az irányítő alapján, és visszahozni épségben, hogy el tudjuk őt látni, és ugye mégiscsak megmenteni az életét, szóval a lehető legeslegyorsabb módon most nekünk cuccokat kéne gyűjteni, és elindulni felé minél gyorsabban, mert fog nekünk kelleni valószínűleg azért egy csákány, vagy egy balta, hogy kiszabadítsuk majd valahogy az autóból, vagy valahonnan, és nem tudom, hogy igazából autóval, vagy jippel, nem tudom mivel volt. Annyit tudok, hogy lerobbant, vagyis hát nem is az, hogy lerobbant, hanem valaminek neki ment valószínű. És hát ja, meg kéne ugye keresni, és akkor gyors megmenteni és behozni ide, hogy túlélje ezt a szörnyű eseményt. Hogyha esetleg szurkoltok neki vagy nekem, hogy túl tudja élni ezt az egészet, és meg tudjuk menteni, akkor csapostok egy lájkot a videóra, vagy ugye írjátok le a véleményeket a komment szekcióra, hogy még esetleg akartok ugye ilyen videót is. Na de, akkor gyorsanunk ugye cuccokat, megcsinálom a csákányt, megcsinálok akkor gyors egy kardot is, hát ha esetleg nem baleset áldozata volt, hanem más, nem tudni, majd ez mindjárt remélhetőleg azért ki fog derülni. Jó, meg is vagyunk, és akkor el kéne ugye indulni az iránytűnek az irányába, ami erre fele mutat így nagyjából. Szóval menjünk is szépen akkor egyenesen, és meglátjuk, hogy mi a helyzet, hogyan kéne ezt így nagyjából csinálni nekünk, vagy nem erre kell menni? Most nem tudom, most így, most a másik irányba mutatott a iránytű. Na várjatok srácok, ez nagyon, nem most, jó, mindegy, erre fele kell menni, az biztos. Valahol erre fele kell menni, szerintem pont így a map közepén vagyunk és össze-vissza mutat, de azt hiszem, hogy erre fele kellett menni, nagyon remélem, mert ugye erre mutatott alapból, amikor én felléptem. Mindegy, erre fele elindulunk, hogyha nem erre lesz, akkor pedig meg kell fordulnunk, de azért reménykedek, hogy mégis csak erre fele fogjuk találni, mert nagyon sietősen kéne csinálni a dolgokat. Hú, halljátok, nagyon izé. Várjátok, akkor megpróbálok így az ellentétes irányába menni, valahol így erre fele kéne akkor, szerintem. Nagyon-nagyon remélem, hogy még életben van, nem tudom, hogy mennyire lehet súlyos az a baleset, amit ő szenvedett, és ki tudjuk egyetlen onnan szabadítani, de nagyon reméljük, hogy a ti like erőítők power alapján majd azért meg tudjuk ezt csinálni. Lehet, hogy jó lenne amúgy a erdő tetején menni, amúgy mekkora király lenne most egy ilyen mentőautóval menni és sietni. De várjátok, feléptek így a fák tetejére, hát ha könnyebben megtaláljuk esetleg valami, nem nagyon látok semmit. Na várjatok, elindulok így szépen így ebbe az irányba, nagyjából elvileg így kéne nekem jönni, hát remélem, hogy nem csap be engem most az iránytű azért valami, ott van valami tűz, na várjatok, ott van valami tűz, lehet, hogy az lesz az, na várjunk, jó, most leestem a fáról, igen, aha, igen, az lesz az, ott van a kocsi, jó. Jó, gyorsan menjünk most, nem szabad itt tétovázni meg semmi. SpongeBob, haló! Üres a kocsi. Srácok, üres a kocsi. Hova tűnt SpongeBob? Hova tűnt SpongeBob? Elrabolták, vagy mi történt? Jó, elnézek így a kocsi körül valamerre, hát ha lehet, hogy volt benne annyi erő, hogy ki tudjon mászni a autóból, nem tudom. Jó, itt mobok vannak, de szerencsére spiderök, amik most nem annyira veszélyesek ránk nézve. Ezeket a creeperöket gyors azért kiiktatjuk, hogy ne jelentsenek ránk azért veszélyt, mert mégis csak ha megtaláljuk SpongeBobot, azért eléggé sürgősen kell majd sietnünk. Itt sehol nincsenek erre, esetleg itt a vízben, nem, itt sincs. Jó, oké, körbe kéne nézni, akkor lehet, hogy az erdőbe ment, nem tudom, hogy az erdőbe ment egyáltalán, meg a tüzet is el kéne oltani, na várjatok, ezeket gyors így szépen eloltom, hogy nehogy erdőtüzet vagy bármit itt okozzon nekünk, mert azért az lenne túl jó, de aztán sietnünk is kéne minél gyorsabban, SpongeBob felé valamerre, nem tudom, hogy várjatok, még valahol még ég a tűz, jól látom, mindegy, most hagyjuk. Ide bemegyünk ide az erdőbe, hát ha mondjuk erről jöttünk, akkor csak meg kellett volna hallanunk. SpongeBob, haló, nem hallasz esetleg, SpongeBob? Valami! Aj, nem hiszem, nem tudom, hogy hall-e engem. Nagyon jó lenne, hogyha valami villámlott. Jól látom, hogy valami villámlott? Na várjatok, feljeveszem a Minecraft hangját.
Lehet, hogy esetleg meghalljuk. SpongyaBob! Hova villámlott? Na vár... Aha, oda villámlott. Na várjatok, elindulunk abba az irányba. Esetleg talán oda villámlik valami. A föld alatt lesz? Ide villámlott, pontosan. Jó, elkezdek ásni itt, ahol villámlott. Na várjatok. Mondjuk ásult, akkor már hosszabb, de mindegy. Jó, én itt így szépen elkezdek leásni. Lehet, hogy talált egy barlangot. Bocsi, srácok, tüsszentettem. Nem, máshol villámolt. Na várjatok, visszaépítem magamat. Jó, oj, Istenem, most így össze-vissza vannak a blokkok. Ott van a villám, ott van a villám. Jó, akkor most ott megyünk le. Nézzük csak meg. Itt lesz len este. Aha, itt egy barlang bejárat. Jó, itt egy kevéske szenet kiszedek magamnak. Hát, ha jól jön. Jó, itt ki van fáklyázva, az biztos. Kunyhó. Kunyhó. Ennyi dolat csinált volna SpongyaBob egy... és tényleg itt van SpongyaBob. SpongyaBob, hello. Szia, te nem vagy rosszul? Te jól látom, hogy te jól vagy, vagy... Nem vagy jól, vagy jól vagy? Most melyik? Várj, írj inkább, jó? Ennyi idő alatt, srácok, hogy csinálta? Ilyen gyorsan, hogy húzott fel egy ilyen jó bunkert? Már nem azért mondom, de ez tényleg tehetség kell. Mágikus íj. Akkor azért meg is tudta magát védeni, mert volt íja. Nem vagyok jól, Dani, itt építettek, még régen. Ja! Azt hittem, hogy ezt te csináltad ennyi idő alatt, de... Akkor szép munka, hogy te ezt itt túl tudtad élni. Egy mini kuckót, és gondoltam, hogy bejössz, ugye gondolom, hogy azt írja. Hát jól tette SpongyaBob, itt legalább vannak ágyak. Bejövök, hogy túléljem. Jól tette SpongyaBob, na figyelj! Hozom a cuccaidat, jó? Nem kell neked itt cipekened, én mindent hozok. Hozom az ágyadat is, nem tudom, hogy ezek így mennyire... jó, oké, ott volt ilyen izé. Várjatok, itt van csomó poti, ez gyors innen szépen kiszedem. Jó, oké, ezt a fakort is elhozom, ez gondolom, hogy ezek a tieid. Ezeket én hozom neked, ezzel neked nem lesz gondod, jó? Na, gyere, várjál, ó, itt van steak is. Oké, ezt is elhozom neked. Várjál, SpongyaBob. Jó, ezt is kiütöm, mindent hozok neked, csak siessünk vissza a izére. Vissza a kórházba, hogy minél gyorsabban el tudják látni a sebeidet, gyere. Ú, te szegény, amúgy most így eléggé lassan fogsz tudni jönni, gyere. Megpróbálok én is azért ugye te tempóddal most így jönni, meg hát este is van, srácok, szóval lehet, hogy védenünk kell majd SpongyaBobot. Várja, remélem, hogy nem gond, hogyha az iadat használom, hogy megvédjelek. Ugye nem, ó, vérzik is csóró. Gyere, gyere SpongyaBob, gyere. Gyere, ó, nagyon-nagyon lassan tud csak jönni. Ja, be is estedett eléggé gonna. Mindegy, most legalább akkor tudjuk, hogy már ebbe az irányba kell menni. Gyere SpongyaBob, szépen. Visszakísérjük őt akkor a izébe, és nagyon reméljük, hogy meg tudják őt menteni. Várjál, felépítek neked így a fára, hogy neked tényleg mozdulnod se kelljen kb. Gyere szépen, ú, mondjuk itt így. Jó, gyere, es bele a vízbe. Jó, oké, gyere, gyere. Új, várjál, várjál, izé, csonti. Jó, azt lelövöm neked. Majdnem téged lőttelek el. Gyere SpongyaBob, gyere, gyere, gyere. Mondjuk azt gondolom, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk, szóval még azért eléggé sok idő lesz, amíg odaérünk, de reméljük, hogy biztonságban foglak téged jutatni, és nem fog azért annyira sok mob jönni most így az este közepén, hát örülnék neki, hogy azért SpongyaBobot mégiscsak akkor tutira el tudnánk jutatni, mert azért ti is tudjátok, hogy én is jóba vagyok vele, meg azért szerintem ti is eléggé szeretitek SpongyaBobot. Gyere, hol vagy Bob? Hol vagy Bob? Itt van, csak lassan tud szegény jönni. Gyere, gyere Bobby. Gyere, ez nagyon nagy, várjál, gyere ide, ugorj át. És így ide, várjál, ide csinálok neked így egy ilyet. Ide, erre se. Jó, oké, ügyes vagy, király vagy, na. Merre kell menni? Erre kell menni. Szépen gyere SpongyaBob, várjál, csontik. Jó, az halott lesz. Jó, még egyet belövök, jó. Én szépen ölöm a mobokat, nyugodtan mehetünk, nem kell itt félni. Hol vagy? Leesett, nem, nem már. SpongyaBob. SpongyaBob, gyere! Ne, SpongyaBob, gyere, megmentelek, gyere! Menj fel, úsz fel, gyors, ütögetlek! Menjél! Mindjárt én is megfordulok! Menjél, SpongyaBob, ütögetlek, gyerünk! Bocsi, gyerünk, menjél, meg fog fulladni én is! Menjél, SpongyaBob! Menjél! Jó, oké, kiütöttük! Gyere, várjál, jó, oké! Várjál, zombi! Meghalsz, szia, oké! Jó, gyere, SpongyaBob! Úristen, ez veszélyesebb, mint gondoltam, várjál! Jó, ezt is kiütöm. Jó, mondta, hogy nem creeper, azt mondtam, hogy creeper izé robban mögöttünk, de nem. Jó, várjál, kell kaja, SpongyaBob, gyere, adok kaját, gyere. Jó, ez nagyon nehéz, srácok. Úristen, mik vannak, jó, az nem annyira durva. Ezt a skeletont is elintézem, abba is belül. Nagyon remélem, hogy egy lövéstől el fognak tudni égni.
Nem kell itt velük nagyon sokáig szórakoznom. Jó, oké, gyere, azt a Witch-et is ott lelövöm. Jó, menjünk, 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 gyere, 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 gyere. Nagyon kéne sietni, mert ott legalább benne a faluba biztonságban leszünk. Gyere, gyorsan, amennyire csak tudsz most, tök mindegy. De kár, hogy nem lehet Minecraftba vinni a másikat, legalább így a kezembe fogni, vagy valami legalább így gyorsabb lenne. Vagy nem tudom, miért nem kocsival, miért nem tudtam jönni. Oké, hoztam a botot, azt ott megöltük. Jó, gyere, mondjuk, már tényleg nincsen messze. Ott van a kereszt, már lehet is látni ott a kórházat, de mennyi mob van itt? Jó, az ott halott lesz. Jó, az a creeper is halott lesz. Okés, fussál, nem kell megvárni, nyugi. Menjél nyugodtan, én csak itt tartom a frontot közben mögötted. Jó, legalább egy darab ilyen lövéstől meghalnak, mondja Svonjob. Gyorsan írd már, amúgy nagyon jönnek még a mobok. Jó, az is kapta, az is kapta. Igen, nagyon rosszul lettem, lehet elájulok, gyeres, ne. Ne, Spongyob, ne most! Spongyobob, léci, ne most! Már tényleg itt vagyunk nagyon közel! Ott bent akárhányszor elájulhatsz velem, csak gyere! Ezt még ki kell bírnod. Jó, várjál! Jó, oké, az ott halott. Jó, az is halott lesz, meg az is halott lesz. Gyerünk! Gyere, Spongyob! Jó, de már még most lövik őt a izék csontig, és gyere gyorsan, még egy íj is beléd állt. Jó, gyere! Ide, gyere be! Itt biztonságos! Gyere, Spongyobob! Gyere! Jó, közben nappal lett. Gyere, Spongyobob, gyere be! Gyere be, várjál, oké, lerakom ide az ágyadat. Tessék, ide lerakom ezt. Kettő dupla ágyad lesz, gyere, mondjó. Befedem a ajtót, hogy senki ne tudjon itt zavarni. És majd hamarosan küldöm az orvosokat. Addig nyugodtan maradj itt, és addig én elköszönök a videóból, és hát srácok, remélhetőleg Spongyob akkor túl tudja élni. Azért eléggé próbáltam a maximumot kihozni most ebből, hogy ne legyen szegénynek annyira nagyon nagy baja. Köszönöm szépen, Dani, jó volt és hatalmas köszönet, gondolom azt fogja írni. Hát szívesen Spongyob, megtettem a tőlem telhetőt, és hát srácok, mit írt? Hatalmas segítséget nyújtottál, ezt még meghálom, kösz szépen, Spongyob. Na de srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, hogy tetszett, ugye akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjatok meg a csengőt, csekkoljatok le a nagy csatornámat, és 2 perc múlva a nagy csatornámon is kezdődik a premier, lehetek ott, én Dani voltam, és kösz szépen a figyelmet, sziasztok!